Szervusztok, gyerekek, itt vagyunk, egy újabb videóban, és ebben a videóban itt vagyunk most egy monoli személyvonaton, megyünk be nyugati pályaudvarra, és kicsit megnézzük, mi a helyzet, hiszen még nem mutattam meg nektek, pedig én már láttam egyébként, hogy így a lezárás alkalmával, hát mi a szituáció igazából, ugye még a felújításra még sokat nem fogunk látni, hiszen leginkább most ilyenkor az első pár napban mindig az a szituáció, hogy kialakítják egyáltalán a munkaterületet saját maguknak. Ugye a metrónál is ez volt, amikor elkezdték. Egyébként ott hagytam a mosható maszkomat, úgyhogy képzeljétek el, itt a kökin be kellett szaradjak a patikába, de szerencsére most már tényleg mindenhol lehet kapni maszkot, és tudtam venni én is egyet. Úgyhogy azért vagyok most ebben, és nem a jó kis Mickey Eggeres maszkomba. És egyébként a tegnapi nap, ugye jártam Kismaroson, és akkor a nyugati pályaudvarról indultam. És azt láttam, hogy az egyik vágányt felszedték a nyugati pályaudvaron. Egész kint, tehát nem a peronoknál. Úgyhogy remélem, hogy a vonattal úgy megyünk, hogy ezt meg fogom tudni nektek mutatni, mert egyébként most össze-vissza állnak be. Például tegnap volt olyan monori személy, ami a 8-as vágányról indult, ami hát meglehetősen ritka, hiszen általában a 17-16-15-ös vágányokról szokott indulni. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudok nektek mutatni. Az biztos, hogy megmutatom nektek a nyugati pályaudvart, így a lezárás első fázisában, úgyhogy tartsatok velem. És majd most érkezünk Zuglóba, aminek az érdekessége az jelenleg, hogy ahogy néztem, a záhonyi sebesekből a záhony felől érkezők egy jelentős része, talán nem mind egyébként, de jelentős része biztosan csak idáig Zuglóig közlekedik. Úgyhogy erre biztos azért volt szükség, mert egyszerűen ugye a csarnok lezárásával, illetve ahogy ugye tegnap néztem, azzal a vágány felszedésével valószínűleg nem maradt annyi hely, hogy azt is be tudják rendesen vinni az utasforgalmi területre. Úgyhogy gondolom, hogy Zuglóba kiürül, és akkor azonnal indul a tárolóra. Más nem tudok elképzelni. És akkor érkezünk be, mindjárt az ívbe. Ugye, ahol a vonalak összeérnek a Vác felől, az Esztergom felőli, meg hát ugye a miénk, ugye Szolnok, illetve hát ugye Lajos Mise felüli, mert ugye ez a közös szakasz. Láthattátok a táblát, ez ugye azt jelenti, hogy dolgoznak a pályán. Ilyenkor az a szabály, hogy ezt látják, akkor kürtölni kell, ezzel jelzik, és segítik azt, hogy minél biztonságosabban tudjanak dolgozni, hiszen így biztosan meghallják, hogy jön egy vonat. Szépen haladunk, most már benn vagyunk az ívben. Nem tudom, szerintem majd ez kiderül igazából, hogy hova tesznek. Mondom, normál esetben valahova 15-16-17-re kellene kerülnünk. Nézzétek csak! Itt van. Bizony. Onnan kikaptak egy vágány, gyerekek. Nézelődök a másik oldalt is. Tegnap még aktívan dolgoztak a srácok rajta. Csak nem emlékeztem, hogy hol, hanyas vágány környékén kell keresgélni, mert csak oda sasoltam tegnap, csak úgy felnéztem egy pillanatra, és akkor láttam meg, hogy jé. Igen, ott dolgoznak majd a srácok, mindjárt összefutunk a összefutnak a szálak. Ez tök érdekes igazából. Mert így most pedig múltkor ugye egy egész komoly kis videót csináltam így a felújítás elején. És ott nem emlékszem olyasmire, hogy olvastam volna bármiféle ilyen vágánytörténet újítást. Itt egy rakat talpfa, és ott ugye még ott vannak a talpfák. A vágány már csak ott egy-egy szál van már ott. Intettek. Szerintem megismertek, én is visszaintettem.
most érkezünk be. Nagy nehezen. De látjátok, tehát hogy bődületesen sok időt veszel az, hogy az ív után Zuglótól bejuss a nyugati pályadvarra. Szóval itt minimum 5-10 percet lehetne nyerni, hogyha itt minden flottul működne. Itt van a torony, ahol tulajdonképpen intézik ugye kézi vezérléssel a váltásokat. Eszméletlen melót folytatnak, és eszméletlen nehéz lehúzni egy-egy ilyen kart, amivel a váltás megtörténik, és hát napi nem tudom hány ezerszer húzzák meg ezt a bizonyos kart. Most nem akarok azért nagyon hülyeséget mondani, de egy Vasúttúra című műsorban pont elmondták, úgyhogy igen, és egyébként meg közben a 16-os vágányra érkeztünk, ha jól látom. De látjátok, itt van mellettünk a Szegedi Intercity, ugye a Traxxal, hát ez például egy teljes mértékben olyan szituáció, ami nem megszokott, mert ide sose szokták tenni, az mindig a csarnokból indul, nagyjából a 11-12-es környékéről. Úgyhogy ez így érdekes. Hello, hello! Hát igen, itt a nyugatin ismernek, mint a rossz pénzt. És akkor 13, 14, 15, 16. Tehát tök jól mondtam, a vágányszámozás pedig egyébként annyira nem szoktott ezt foglalkoztatni. De az, hogy itt a Trax, mondjuk a Trax maga az nem egy furcsa látványosság, hiszen vannak Monori szemében, meg a zónázókban is Traxos halbis történetek, de így Szegedi Intercity, hogy itt álljon, azt én még nem is tapasztaltam. Biztos, hogy volt rá már példa, de én még nem tapasztaltam. És akkor itt láthatjátok, hogy már bezárták a csarnokot, elfették a utazók elől. Meg is nézzük. Köszi szépen! Most nem, majd visszafele! Köszi! Mi? És pont most állítják be ide a 103-as vezérlővel a Lajos Mizsait, valószínűleg az lesz, igen, 13 óra, 18-as, az bizony az csörgős vonat, méghozzá ez teljesen full húgyos inga lesz, tök király. Természetesen át kellett szaladni még ott a bak előtt, nyilvánvalóan ezt így kell csinálni. Én sem mindig csinálok mindent helyesen, de azért ilyen hülyeségeket nem csinálok, pláne mikor tényleg tolják be a vonatot. Hát most itt ez a helyzet, össze-vissza indulnak a vonatok, mert mármint ugye a vágányokról, mert persze aki a nyugatiban nem jártas, az most azt mondja, hogy jó, hát ez neki nem érdekes, de alapvetően tök érdekes az, hogy a Szegedi IC az itt áll, azon a vágányon, ahonnan általában a Lajos Mizsaiek szoktak egyébként indulni. A Lajos Mizsai most itt áll, ahol általánosságban meg, hát általánosságban egyébként innen szokott például a Szegedi IC is indulni, tehát most megcserélték a helyet. Ugye most visszafele jövök, de azt tudnotok kell, hogy itt van egy ilyen kis híd kialakítás, de ez csak az itt dolgozóknak van kialakítva, tehát a mi utazók azok ugyanúgy az aluljáró rendszeren keresztül tudunk közlekedni, ez nagyon fontos. De akkor átnézzünk a túloldalra is. Na, hát erről beszélek, látjátok? Ide 8-asról indul az ülő Monor S50-es, ugye a személyvonat, ami ugye Monorig minden állomáson és megállóhelyen megáll. Hát ez is egy olyan látvány, ami azért nem mindennapi, szóval nem szokott innen indulni a 8-asról. Ugye innen erről az oldalról a váciak indulnak, az esztergomiak azok egyértelműen az 1-es, 2-esről szoktak indulni. Maradéktalanul elmondhatjuk, hogy figyelmetlen vagyok, mert hogy egyébként a MÁV csoport oldalán igenis ott van, hogy a Kőbánya teher felé vezető vágányoknak a felújítása, együttemben a váltóknak a felújítása és egyáltalában arra a vonalra közlekedő vonatoknak a sebességkorlátozás feloldásához szükséges javításokat is elvégzik. Úgyhogy elnézéseteket kérem, de utána néztem és ott van, szóval feketén-fehéren megint csak arról van szó, hogy figyelmetlen voltam. De lényeg, hogy még időben rálestem, úgyhogy erről van szó igazából. Még valamit akartam mindenki. Ja igen, azt akartam, hogy azt is megnéztem, hogy elméletben a Záhonyból érkező és a Záhonyba tartó sebes vonatok azok Zuglóból indulnak. Közben kihaladtunk a pályaudvar utasforgalmi területéről, és akkor indul visszafele is a szívózás igazából. És
akkor itt mellettem van ugye, vagy mellettünk van az ominózus rész. Itt dolgoznak. Hát igen, akkor tulajdonképpen valószínűleg ez az oka annak, hogy itt át vannak rendeződve a nyugati pályadvaron a vonat nemek, hogy ki hova kerüljön, illetve hogy például a sebes nem jár be. És akkor én megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis szeszenet, és természetesen bármilyen érdekesség felmerül, akkor jövök a nyugatira, és akkor videózom. Illetve ugyanúgy, ahogy a metró felújítást, egy-két havonta biztos, hogy dokumentálom, aztán meglátjuk, hogy mit fogunk tudni megnézni belőle. Közben azért csak felhúzom már jobban, mert az orromon állandóan lejön. Na, köszönöm szépen a figyelmeteket, és hát tartsatok velem legközelebb is, vigyázzatok magatokra. És ennyi. Igazából dobjatok egy lájkot, ha tetszett nektek ez a videó. Sziasztok!